Szép jó napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Itt ismét jelentkezik a hétközi forduló, a második évad 15. epizódja következik, és egy rendhagyó adással készülünk, hiszen a mai műsorban a David Beckham pályafutását feldolgozó négyrészes Netflix sorozatról fogunk majd beszélgetni, úgyhogy nem közvetlenül a magyar labdarúgásról, de azért igyekszünk majd a beszélgetésbe magyar szálakat is bevonni, kiderül nem sokára, hogy ezt milyen sikerrel tudjuk majd megtenni. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lehet bennünket követni a TikTokon, az Instagramon, a Facebookon és a Twitteren is, és hát várjuk a hozzászólásaitokat és a véleményeteket a műsorainkkal kapcsolatban. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket itt a stúdióban. Eljött hozzánk László Ági, a Kislány Nagy Foci Blog szerkesztője. Itt van velünk Kemény Dénes, a férfi vízilabda válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya, Kabát Péter, az Újpest sportkoordinátora, és Szombati Pál újságíró. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ági, szorongatsz a kezedben valamit. Nekem kezdjük mostan. Ezzel. Egy meglepetés. Igazából a Petinek hoztam, mert úgy láttam, hogy egy liga válogatott Milán meccsen összebarátkozott a David Beckham-mel, és úgy hallottam, hogy nem az ő mezét kapta meg. Hát a Ronaldóit kaptam. És ez azóta is nagyon fájlalod. Nagyon fájlalom, és köszönöm szépen, hogy elköszönöm. És fel is vennétek az adásra. Nem írta alá? Sajnos nem. For Peter, nem írta alá? Köszönöm szépen. Elmesélitek, hogy kinek mit jelent ez a csapat? Ági, kezdjük akkor veled. Gondolom nem véletlen, hogy rendelkezel Beckham ezzel. Igen, nekem ez a dokumentumfilm sorozat olyan volt, mintha jegyet váltottam volna egy nosztalgia vonatra, mert azzal a jelenettel indult, ami miatt én beleszerettem a Manchester Unitedbe. Ugye 96. augusztus 17-én Beckham azt a félpályást lőtte a Wimbledon ellen a Selhurst Parkban. Nyilván ez annak az eredménye, hogy az édesapjával, ahogy a dokumentumfilmben is látható, rengeteget gyakoroltak, és annak lett az eredménye az, hogy ennyire tökéletesen tudott beadni, és ennyire tökéletesen tudott ugye szabadrugásokat lőni. Egyébként nekem az ő párosukról, Beckham és az édesapja párosáról, a Szoboszlai Dominik és az édesapja jutott eszembe, hiszen ők is rengeteget gyakoroltak együtt, és ugye most ennek látjuk az eredményét, mert Beckham ugye már visszavonult. Úgyhogy nekem innentől kezdődött az, hogy megszerettem a Manchester United-et, és ha bár most nem megy annyira jól a csapatnak, de az továbbra is jellemző rájuk, hogy bevetik a fiatalokat, a saját nevelésű játékosokat, és több mint 90 éve van a felnőtt meccsnapi keretükben mindig legalább egy saját nevelésű játékos. Dénes, a ti családotokban hogyan kezdődött a Manchester United iránti rajongás? Hát igazából nekem az angol foci az, amikor még népsport volt, és nem nagyon közvetítettek nemzetközi mérkőzéseket, tehát a népstadionban tudtam a kettős rangadókat nézni, vagy a Gombi utcában laktam a második félidő kezdetére, amikor a szünet végén kinyitották a Fáy utcában a kapukat, akkor a vasas meccsekre jártam, de mondom a stadionban a kettős rangadókra is. Nem nagyon láttál nemzetközi focit, csak olvasgattad. Én meg angol tagozatra jártam a gimibe, ennél fogva nyilván más nem először az angol nevek, én tudtam a jó kiejtést az osztálytársaim is, de mondjuk az úszodában már nem mindenki. Szóval lett egy ilyen kötődés, és hát a United azt hiszem a legnemzetközibb angol klub. Előbb szóba került itt a kávézás közben, hogy 155 millió regisztrált szurkolójuk van a világon. Én tény, hogy én játszottam Ausztráliában, sokat voltam Távol-Keleten. A sportoldala a napilapoknak mindenhol legfelül egy United cikk ezen a részén a világnak, Egyesült Államok szintén. Tehát tényleg egy nagyon nemzetközi brand lett, és Olaszországból hazaköltöző szövetségi kapitányként volt még Milán kötődésem, a United az ugye megvolt, és úgy alakult ez a komolyabb United effekt a mi életünkben, a család életében, hogy meghívtak előadásokat tartani a vízilabdások Manchesterbe, és kértek egy időpontot. Hát megnéztem a bajnoki menetrendet, kiválasztottam egy olyan hétvégét, amikor otthon játszott a United, és akkor a következő válaszban megírtam az e-mailbe, hogy mikor tudnék menni, és hogy ha esetleg van valami kapcsolatuk, két jegyet esetleg a mérkőzésre tudnának-e
és akkor ott rögtön 4-1-re nyert a Sunderland ellen a United, és volt egy szabadrugás gólja a 4-ből a Beckhamnek, mégpedig úgy, hogy a 16-osnak van az a kis félkör, ami azt hiszem a 11-es rugás miatt van oda festve, azon belül történt a falt, és óriási vita volt a védelem, meg a bíró, meg a Beckham között, ő hátrébb vitte. És mondták, hogy nem, oda kell rakni. Tudnélik nyilván, hogyha 16-17 metre jobban meg tudod mondani, onnan más a lövőszög, nehezebb onnan berúgni, mint mondjuk 18-19 méterről. Ennek ennyire berúgta, de mondom, komoly húzavona előzte meg, talán még sárgát is kapott érte, de azért berúgta. A Van Nistelrooy rúgott még 2 gólt, és talán a Neville. Egy jó mérkőzés volt, és utána jött aztán Budapestre, akkor még Népstadionban az Zalaegerszeg ellen játszani a United, úgyhogy ez erősödött ez a kapcsolat, és aztán utána Temesvári Miki segítségével aztán már edzésekre is járhattam, megismertem a Szőrt, sokszor ebédeltünk együtt, mindig adott jegyet, én meg udvariasan megköszöntem, elajándékoztam, és mentem a kapu mögé kiabálni a szurkolókkal, a sállal, mert hát ha egyszer már ott vagy, mennyivel nagyobb élmény. Így van, azért az más, úgyhogy vissza is adom a szót. Pali, nálatok mi a helyzet a United-del kapcsolatban? Hát itt két rész, mondja, most itt megszólaltak a rajongók. Itt a Petivel mi ketten Róma szurkolók vagyunk, de ez csak egy dolog, mert nekem édesapám Manchester United szurkoló, úgyhogy az angol labdarúgásban én ezt családilag ezt örököltem. Az első emlékek nyilván a magyar focihoz kötődnek, ahogy Dénes említette az étét, én még visszautalnék arra a bizonyos videóton 85-ös UEFA kupa menetelésre, amikor sikerült a United-et büntetőkkel emlékezetem szerint kiverni. Nekem a Manchesterrel kapcsolatban az igazi revelációs élmény az a Bajnokok Ligája döntő volt, amikor az a fantasztikus fordítás történt, az felejthetetlen. És ami miatt nagyon örülök, hogy itt lehetek, az pedig David Beckham személye, ami nekem messze túlmutat a Manchester United-en, mert számomra ő az első számú igazi futballikon az természetesen Francesco Totti, de szorosan utána is mellette, ő egy olyan típusú, és már nyilván beszélgetünk erről, és egy olyan típusú sportember, akit egyszerűen nem lehetett soha respekt és csodálat nélkül figyelni. Én azon kívül, hogy milyen Isten áldott a tehetsége van, és mennyire hozzátette, és alázattal és szorgalommal megtanulta ezeket a tökéletes lövéseket, rugó technikát. Amellett én mindvég a pályafutása alatt azt csodáltam benne, hogy milyen nyugalommal, türelemmel és higgadtsággal áll bármilyen helyzet elé, rugják, ütik egy, és majd erről is beszélünk nyilvánvalóan, hogy az egyik első olyan labdarúgó, aki egészen más státusba került, mint addig a futballban, és a futballistáknál szokásos volt. Rockstar lett belőle, szupersztár lett belőle, és hogy ezt én az ő játékában és a pályán gyakorlatilag soha nem láttam ennek valamilyen negatív megnyilvánulása, hogy soha, és ez lenyűgöző volt számomra. Ez csak a Peti tapasztalta meg közülünk. Nagyon közelről ismerem. Na, szóval, hogy is volt? Mi történt? A te tisztelet nem annyira vívta ki, mint a miénk. Én egyébként, ez 2008-2009-ben volt, amikor a Milán idejött Budapestre, és volt ez a liga válogatott mérkőzés, és emlékszem, hogy a Mésző Géza volt az edző, és mondta a Géza, hogy bajnokság közben, hogy gyerekek, vigyázzunk a testi épségünkre, nehogy valaki megsérüljön az ellenfélre is, mert nagyon nagy sztárok játszanak a Milánba. És emléksz, több se kellett neked. De nem az, hanem hogy meg is volt beszélve, csak egy fél időt játszunk, mert hétvégén forduló volt, bajnoki forduló, és vezettünk 1-0-ra, és akkor lehetett látni rajtuk egyébként, hogy azért idegesebbek voltak, hogy azért nem egyből rúgtak mondjuk 3 gólt, és egy ominózus eset volt, hogy a szabadrugásnál odaálltam, hogy ne tudja hamar elvégezni, és akkor ellökött
És nekem azért olyan sok nem kellett a pályán, mert eléggé úgy így hirtelen... Teletél a magyar Simeone az ő életében. Igaz. És akkor volt egy olyan... Azon kevesek nem között vagy, akik fel tudták dühíteni. Nem egy Simeone, de pont jött egy labda, és akkor így rácsúsztam, de ezt már nagyon sokszor elmondtam, és... Jó, de ebben a műsorban most ez nem maradt ki. Üldözött a pályán, én éreztem, hogy nem ment ki a labda, és éreztem így a perifériába, hogy jön utánam. Amikor kiment, akkor így elkezdett folytogatni, de és egyből a Gézának a szavai ugrott be, hogy nehogy itt valami legyen. És akkor én csak így föltettem a kezem, de ő folytogatott, és akkor ez az ominózus, hogy igen, egyébként be volt fújva, de tényleg akkor jött ki az ő parfümje. És a fél időben én tudtam, hogy már nem fogok a második fél időre kijönni, mert meg volt beszélve, és akkor én oda mentem, hogy cseréljünk messzt. De hát ő akkor így elküldött, és a mai nem, napig... Nem, itt van. Itt van még egy messz. És a mai napig főleg a fiatalok nagyon sokan írnak, hogy ez az ominózus, mondtam neki, fuck you, igen, mondtam neki, de ő nagyon-nagyon ideges volt. Viszont én azt hozzáteszem, hogy én mindig is, ahogy a Pali is mondta, én nagyon tiszteltem. Tehát amit ő a fociban elért, az az alázatosság, az a magabiztosság, amit mindig is az edzéseken és az apukájával gyakorolt, és kitett a pályára, meg az edzéseken, az le a kalappal. Tehát ő nem csak a fociban, hanem utána azért a magánéletben is, meg a médiában is megmutatta, hogy ő mire képes, úgyhogy nagyon-nagyon csodálom a mai napig. Nem mindig alakulnak egyébként jól azok a történetek, amikor egy gyermeknek gyakorlatilag az édesapja álmát kell megvalósítani, vagy az ő bennem teljesedett karrierjét kell végül is aztán sikerre vinni, de végül is itt ugye ez a történet azt hiszem, hogy happy end-del zárult. Érdekes egyébként, hogy te is Szoboszlai Dominikékre asszociáltál, nekem is egyből ők jutottak eszembe, a rengeteg gyakorlás, a szabadrugások, a szögletek, amennyit ő foglalkozott vele, amikor az étkezésére elkezdett figyelni, mert hogy olyan visszajelzéseket kaptak, hogy ugye nem elég erős, és akkor nyers tojást etettek vele, meg Guinness-t ivott. Szóval, hogy egyébként egy nagyon érdekes háttér az, ahonnan ő ebbe az egészbe belecsöppent, és hát beleállt, és aztán megbirkózott ezzel a feladattal, ami azért komoly teher lehetett. Már ez is egy teher, aztán jönnek a többi sztori is érkezik. Igen, és nekem az jutott egyébként eszembe erről, amit a Pali is, meg Peti is mondott az alázatról, hogy amikor a Real Madridba ment, akkor volt a sportszergyártója, ami kiadott egy plakátot, nekem az kint volt a falon, és az volt ugye ráírva, hogy impossible is nothing, hogy ugye lehetetlen nem létezik. És megnézve ezt a dokumentumfilm sorozatot, azt gondoltam, hogy ha Beckham, akkor ezek nem üres szavak. Mert ahogy láthattuk a pályafutása során, tehát minden egyes helyen volt egy olyan dolog, amivel neki meg kellett küzdenie. Ugye a Manchester Unitednél, ugye Fergusonnal is ez a viszony is, ahogy alakult, akkor ugye a legnagyobb törés az életében ez a 98-as VB-n a piros lap, és hogy tényleg éveken keresztül megalázták, leköpték, ugye golyót küldtek, borítékba a Manchester Unitednek a klubba, tehát, hogy tényleg döbbenetes volt, amin keresztül ment, és én akkor, amikor ezt így láttam, arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy sok játékos ezt úgy dolgozta volna fel, ahogy ő. Tehát lehet, hogy gondolhatunk a legrosszabbra is akár, vagy alkoholista lehetett volna belőle, vagy a drogokhoz nyúlhatott volna, és ő nem tette ezt, annak ellenére sem, hogy ugye abban az időben a pszichológus, meg a mentális egészség nem volt olyan központi téma, mint manapság, és ugye nyilatkozta, hogy neki Ferguson és a csapat segített túlélni azt a szituációt, és nekem ez nem volt meg egyébként, mármint innen Magyarországról, hogy ez több éven keresztül így zajlott, és az, ahogy ezt viseltem, tehát le a kalappal tényleg az alázatossága és minden, és ugye a Real Madridnál meg az, hogy kitették a csapatból, külön kellett edzenie, és nem láttad azt rajta, hogy ő feladja, hanem külön edzett, és eljutott odáig, hogy a társai szóltak a Capellónak, hogy akkor szeretnénk, hogyha Beckham visszakerülne a csapatba. És a magánéletben meg ugyanez, amit ugye nem fejtenek ki teljesen a doksiba, hogy meghúzzák a vonalat, hogy akkor ennél többet nem szeretnénk beszélni a kapcsolatunkról, de ugye ott is volt egy törés,
és abból is kijöttek. Tehát nekem ő egy igazi példakép, és nem csak azok mondják ezt róla, akik szeretik a focit, hanem azok is, akik nem is követik egyáltalán. Most egy példa rá, tényleg Flor Tomi, aki kiírta a Twitterre, hogy ő, neki semmi köze a focihoz, de ő ezt imádta, ezt a dokumentumfilmet. Szóval, hogy ez nem csak focirajongóknak való. Ugye minden tökéletesen kezdődött az ő életében, nagyon fiatalon bekerült a United öltözőibe, egyébként ez ma teljesen szürreális, nem elképzelhetetlen az, hogy egy 13 vagy 10 pár éves futballista ott üljön gigasztárok között, és ugye Steve Bruce beszél is arról, hogy nem értették, hogy tulajdonképpen ez a gyerek mit keres ott gyakorlatilag minden nap közöttük, de azt gondolták, hogy valami tudhat akkor, hogyha a főnök ezt engedi. Szóval edzőként egyébként ezt milyen végig élni, végignézni? Én azt gondolom, hogy a szőr az... Ez azért mintája az edzőnek, egy minta, mert egyetlen egy dolog vezérelte minden döntésével a klub, illetőleg a csapat érdeke. Amikor ő odahívta fiatalon a gyereket, akkor azt látta benne, hogy 3-4 év múlva meghatározó játékos lehet, és hogy én a helyes irányba tereljem, föl kell benne keltsem ezt a vágyat azzal, hogy sokkolom azzal, hogy bejöhet az öltözőbe az általa istenített játékosok közé. Most nem tudom, illik-e ilyet mondani, de annak ellenére, hogy én erről nem beszéltem soha Szörrel, a Varga Dénest, én 16 évesen hívtam be a válogatottba, az athéni olimpiai felkészülés keretbe, úgyhogy halálpontosan tudta ő is, meg én is, hogy Athénban nem fog játszani. De szagoljon bele, és egy kicsit egyébként rakoncátlan és nem mindig problémamentes magánéletét terelje abba az irányba. Terelje abba az irányba, hogy ő belőle lehet egyszer olimpiai bajnok, és azzal, hogy azt végigcsinálta, valamennyit komolyodott, és 4 év múlva a döntőbe fantasztikusan játszva lett olimpiai bajnok. Tehát azt gondolom, hogy a szőr összes döntésében, amikor fölhívta telefonon, mert tudta, hogy a gyerek padlón van a piros lap után, az túl azon, hogy emberileg egyébként azért ő imádta a játékosait, én sokszor végignéztem edzésen, hogy folyamatosan, miközben nem ő tartotta az edzést, hanem a portugál, folyamatosan tett ilyen incselkedő, ironizáló megjegyzéseket a srácoknak, egyfolytában szórakoztatta őket a partról, meg igazából minket is, akik ott álltunk körülötte. Ő emberileg is nyilván fölhívta volna, de ez a United érdeke is volt, hogy fölhívja telefonon, és indítsa el abba az irányba, hogy meggyógyuljon a gyereknek a lelke. Már gyereknek, szóval a játékosnak a lelke. 23 éves volt, gyereke volt. Azt követően, ami történt vele, vagy ami zajlik vele. És ilyen most ugye mellé álltak a társak is, akik egyébként meg máskor, meg lehet, hogy kritikusak voltak vele. Tehát ez nekem azért nagyon tetszett, nagyon sok mindenben emlékeztetett engem ez a film a vízilabda válogatott életére, mert tényleg egyetlen egy dolog számít ilyen szinten, az eredmény, és mindenki a saját oldaláról az eredmény kényszert, vagy az eredmény vágyat szolgálja ki. Úgyhogy én ezzel abszolút egyetértettem. És ahogy továbbfűzöm, amit Dénes mondott, pont a szőrnél, ha ezért tovább megyünk, és ugye a dokumentumfilmben is jól kijön, hogy amikor eljön az a pillanat, amikor, és ugye most ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon fontos mellék főszereplője a szőr is ennek a filmnek. Neki van egy mondása, ő mondta azt, hogy a Manchester Unitednél, meg általában ez minden nagy klubra igaz, ugye a menedzsernek kell a főnöknek lenni, mert hogyha a menedzser bármennyit veszít ebből a tekintélyből, akkor a klubot le lehet húzni a WC-n. És az is világos, hogy megvannak az érzelmi impulzusai a játékosokhoz, de eljön az a pillanat, amikor hidegen dönt. És ez is benne van, amikor azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy nekem az eredményességet és a klubot és a csapatot kell néznem, és most eladom. Bocsáss meg, de amikor hidegen döntött? Egy EB, egy VB, egy olimpiai csapatot kijelölsz a keretből a vízilabda válogatott élén, hát az csak hidegen döntheted el, miközben az érzelmi világod, mint edző, mint döntéshozó, az beledöglik ezekbe a döntésekbe, mert te szereted a játékosokat, de csak 13 mehet. Tehát nyilvánvaló, ő, ahogy mondom, ezt a két betűt szolgálta,
27 éven keresztül, ő akkor is a két betűt szolgálta, amikor azt látta, hogy a két betű érdeke, tehát az M meg az U betű érdeke, az az, hogy elköszön a Davidtől. És az nem azt jelenti, hogy egyébként a Daviddel emberileg esetleg baja van, vagy nem. Szerintem minden mai napig beszélnek, ha úgy alakul. De az tény, hogy a csapat érdeke az volt, hogy ez a hajcivő, ami ő körülötte kialakult nyilván itt a énekes kislány miatt, ez, mi? Hát nem tudom a nevét, ez nem használ a csapatnak. És azért igazolták az eredmények, azt követően, hogy eligazolt a Reálba a Beckham, mit tudom én, hány Premier League-et nyertek még, meg még Bale-t is. Tehát nyilvánvaló, csapat érdeket szolgál. Egyszer én megkérdeztem, együtt kajáltunk edzés után a csapattal, nyilván mi egy másik asztalnál, és borzasztó volt a választék. Ilyen kis önkiszolgáló van az edzőközpontban, mit tudom, főtt hal volt a második fogás. Szóval mondom, hogy ez... Ezt megeszik ezek a geekstől kezdve, mit tudom, a Rio Ferdinand, a Cristiano Ronaldo, megeszik ezek a sztárok, azt mondja, én nem tudom, hogy miért ez a kaja, a dietetológus írta ezt elő, biztos ez a jó. Egyébként meg csütörtökön én írom alá a csekket. Úgyhogy megeszik. Ugye több drámai pillanat is van ebben a filmben. Ez az egyik szál, amikor kiderül, hogy Sir Alex Ferguson gyakorlatilag lemond róla, de hogyha picit még visszamegyünk az időben, akkor ugye nagyon drámai rész az, ez a VB történet is. És a legbrutálisabb, amikor az embernek leesik, hogy itt senki nem fog érte kiállni. Megszólal a miniszterelnök, megszólal a szövetségi kapitány, nyilván ezerszer nyilatkozik az FA elnöke, és nincs egy ember, aki védelmébe vegye, és azt mondja, hogy persze hülyeséget csinált, de volt ennek egy előzménye, egy csapat vagyunk, a felelősség közös, hogy senkinek nincs ilyen reakciója. De ott volt a családja, szerintem az nagyon-nagyon döntő volt, ahogy ő is elmesélte a későbbiekben, hogy a Victoria mögötte állt az egész családja, és ez adott erőt neki. Tehát ott neki nagyon sokat így marcangolta magát, ahogy ő el is mondta, hogy abszolút maximalista, és hogy kiestek itt a VB-n, és akkor így az álom ez így elillant, és mindenki őt citta meg, ahogy mondta az Ági is, hogy köpködték, meg küldtek mindenféle golyót. Ugyan rögtön a meccs után nyilatkozatban a kapitány ráverte az egészet, tehát hát, ezzel egy lavinát indított el. Hát igen, aki elvileg neki a példaképe volt, és tökre szerette. Meg hát akitől elvárható lenne, hogy azért hogy azt mondja, hogy a felelősség az közös. Így van, ő elkezdte szídni, ami neki egyértelmű, hogy nem esett jó, meg nem segítette. Így is marcangolta magát, nem hogy segített volna neki a szövetségi kapitány, hanem inkább beleállt. Hát ez is szerintem arról árulkodik, hogy egy nagyon erős egyéniség volt, egy nagyon erős játékos, és fel tudott állni a padlóról, és megmutatta azt, hogy milyen sportember ő. Nagyon fontos tulajdonsága szerintem ezen az úton, hogy ő jól felismerte azt láthatóan egész életében, hogy kikre meg mire van szüksége. Ez nyilván nem egy tudatos, hanem egy sokkal is ösztönös döntés az, hogy valaki mikor fog családot alapítani, hogy annak milyen jelentősége van, hogy ahogy így halad az életbe, milyen dolgokhoz próbálja tartani magát, és ezeket ő szerintem nagyon ösztönösen jól látta a szőrrel kapcsolatban is, hogy egy nagyon fontos emberrel találkozott, valószínűleg a legfontosabb emberrel a családján kívül az életében. És ezeknek a kapcsolatoknak meg igen nagy, most jó, én nem látok bele, nem szeretnék csámcsogni ezen, hogy a magánélet hogy alakult, ez emberek vagyunk, tehát mindenkivel előfordulatnak ilyen dolgok, de az látszik, hogy vannak azok az értékek, amiket például otthonról is hozott, tehát hogy ezekhez minden körülmények között ragaszkodott. Hadd hívjam fel még a figyelmet arra, hogy szintén szerintem egyértelműen lejön egy-két percben, hogy amikor visszajött ebből a VB-ből, és látta mindenki az öltözőben, meg az edzéseken, hogy mennyire padlón van, azok az egyébként a társaktól is mindig 110%-ot követelő játékosok, mint például a Roy Keane, aki nyilván egy szellemi vezére is volt ennek a csapatnak, és még jó, hogy nem vele találkoztál. Nem lehet volna jó. Én kreditet adok neked erre. Na, a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy a szőrön kívül még ők is maximálisan a honvállá nyúltak, és nem véletlenül jött az a 99-es triplázás,
ami ő neki ebből a nagyon-nagyon mély helyzetéből indult, és ahogy ment előre a szezon, egyre jobban magára talált, és nyilván egy jó bekem nélkül nem nyeri meg a United az FA kupát is, a bajnokságot is, meg a BL-t is. Ez a, bocsánat, igen? Csak egy gondolat ehhez, amit Dénes elmondott, hogy olvastam az egyik könyvében erről a 98-as esetről, hogy mi történt utána az öltözőben, és én ezt nem az angol válogatott, vagy aztán a United öltözőben? Nem, az angol válogatott a piros lap után a világbajnokságon, és a Beckham azt mesélte, hogy a United-es csapattársain kívül még egy ember ment oda hozzá, és én ezen nagyon meglepődtem, és kellemeset csalódtam benne, az a Tony Adams volt. Az Arsenalnak a legendája. És azt írta a Beckham a könyvében, hogy ez neki valami elképesztően jól esett, és nagyon sok erőt adott, úgyhogy őt mindenképpen megemlíteném, mert ugye nagyon-nagyon sok ilyen úgynevezett filmes gonosz van ebben a történetben, ugye Glenn Huddle-től elkezdve, Simeone, Tony Blair, és igen. Nekem Simeone az egyébként. Az ő reakciója nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag nevetve bevallja, igen. Hogy egyébként baromira nem volt hozzá, semmi. Hát picit hozzá és nem járt érte piros. És a rendező azt mondta egyébként, hogy te jó színész vagy, szerepelhetnél a következő filmben. De ez egyébként emberi a Simon Elis. Nagyon tetszik. Nem tudom, hogy láttátok-e a vízilabdás filmet, itt például fölmerül egy kérdés, hogy Athénban a legeslegvégén támadtak a döntetlenért még a szerbek, és ott valami lelátói sípszóra egy pillanatra megálltak. Na most ezt a Savic, aki most két olimpiát nyert kispadon, csapattal később, akkor még játékos volt, ezt úgy nevetve meséli, hogy hát valaki milyen jó pofa volt, hogy belefújt a sípjába, vagy valaki milyen strici volt, hogy belefújt a sípjába, és tehát úgy nevetve mondja, hogy de kár, hogy nem a szerb oldalon történt ez, de nem azt mondta, hogy hű, hát most itt elcsalták a mi meccsünket, vagy valami, tehát ezt éreztem most a Simone, mert persze, hát rájátszunk, hát focisták vagyunk. És utána még mezt is cseréltek, meg mindent. Tehát, az egy fél évvel később. Igen, az Inter. De az is egy olyan... Szerintem egy lezárták az ügyet. Igen, az is tök jó, tök pozitív volt. De tudod, győzelem után könnyebb azért a Beckhamnek is, mert azt hiszem, hogy kiverték őket. Igen, kiejtették az Inter. De hogy egyébként egy ilyen sztori, ugye összezárt a Manchester United öltözője ezután a nyár után, és ugye az volt a... tulajdonképpen a jelmondatuk, hogy mi a világ ellen, szóval, hogy vajon mennyi összefüggés van a triplázás és e között az eset között. Tehát vannak ezek a helyzetek, amikor ez megsokszorozza egy társaság erejét, nem? Hát nyilván a világ ellen még könnyebb lett volna, de Anglia ellen, ami még rosszabb volt, mert a saját patolonyos falud, érted, és akkor te most ott vagy, ott találsz mindenhonnan csak szembenállást. Így van, tehát ők azért kaptak, hogy úgy mondjam, lelki muníciót arra, hogy egységesek legyenek, mert támadták őket mindenhol. Először csak a Beckhamet, utána pedig már nyilván azokat is, akik védték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy benne volt abban a triplázásban ez a lelki helyzet. Ilyen gyűlölet-cunamit egyébként tapasztaltatok ti bárki mással kapcsolatban a sportvilágban? Nyilván ez teljesen átalakult, név nélkül kommentelnek a Facebookon, az Instagram, de nem arról van szó, hogy mész az utcán és szemtől szemben leköpnek esetleg, folyamatosan meg fellógatnak, felakasztanak hát egy bábút, amelyet rólad mintáztak, szóval hogy bármikor máskor láttunk. Nekem most eszembe jutott egy jelenkori példa, a Harry Maguire, hogy ő kapott halálos fenyegetéseket és a házához is kimentek. Nem ekkora nem szintű, ekkora. Természetesen, de most egyébként őt megemlítette Beckham is, Harry Maguire-t, hogy biztos, hogy eszébe jutottak neki a régi dolgok, és szerintem ez aránytalan volt, amit ő kapott. De ilyen, ekkora volumenű nekem nincs. Nincs ilyen rólam azért ennek köze van ahhoz, hogy és azért is érdekes az a film, meg azért érdekes az a személyiség, mert azon túl, hogy egy kitűnő futballista volt, van egy másik útja, és ahogy már utaltunk, ez akkor egy újdonság volt, hogy a futballista ebbe a világsztár szerepbe, épp hogy Dénest idézem, az énekes kislány. Rockstar. Az énekes kislány miatt, de hogy tehát, hogy egy... Csak neki volt köszönhető? Ez csak Viktórián múlt szerintem? Nem, hát nyilván a házasságon. Igen, erősíti. Igen, erősíti. De azért befolyásolta, tehát azért egy olyan lány volt, aki nagyon előtérbe volt a és aki teljesen kívülálló volt a futballban. Igen, és hogy ő maga idézi, az is nagyon tetszett nekem, hogy mondta, hogy a szőr az, hogy egyszer köszönt, vagy egy mit szentett egyet, tehát nem voltam nagy kedve.
Bence mondja. Egyébként mind a kettőt erősítette, tehát szerintem már rég elfelejtettük volna. Most mondtad, hogy Viktória, akkor ezek szerint Viktória. A kislány Viktória. Én a további neveket nem tudom. Az övét egyébként meg, hogyha bezártatok volna egy szobába, egy negyed órára, lehet, hogy eszembe jutott volna. Tehát azért erősítették egymást, tehát nem összeadódott, hanem összeszorzódott mind a kettőnek az ismertsége, népszerűsége. Úgyhogy nyilvánvalóan ez egyébként, meg különösen Anglián belül, bármelyik klubban játszott volna, ez a csapategységet ezt veszélyeztette volna. Nem azért, mert a játékosok, meg ő esetleg nem tudott volna ezen átlépni, de menedzser fejjel én is hasonlóan gondolkoztam volna. Hát az látszik, hogy visszatérve erre a rá áradó gyűlöletre, hát ugye előtte egy rajongás, ez megint egy ilyen tömeglélektan, tehát egy elképesztő rajongás csap át egy ilyen gyűlöletbe, hát csak egy ilyen típusú felkorbácsolt rajongás tud utána ilyen gyűlöletté alakulni, tehát hogy kapnak egy voltak éppen már, tehát közelről nem ismer, egy fiktív hős, tehát itt közben ugye lát a futballpályán egy fantasztikus teljesítménye, lát egy tündérmesét, látja ennek a szép részeit, és akkor utána ráharagszik mindenki, ugye rá akarja zúdítani az összes fájdalmát, meg bánatát. Igen, de itt nem csak maga a piros lap, hanem a módja, mert ugye, hogyha van egy sárgád, és csinálsz egy faltot kicsit elkésve, és kapsz egy második sárgát, az mégsem ugyanaz, mint hogyha törlesztesz, ráadásul azért mondjuk, azért az úszodában azért számon kérte volna rajta a csapat, hogyha fiam egyszer törlesztesz, akkor törlesz, én itt kamuzzál, mert ugye mit csináltál, tehát hozzá ért a sportszárhoz. Hát nem is nagyon ért hozzá, de hogyha itt visszatérve a meccsre, hogyha a tizikkel megnyerik, és tovább mennek, szerintem nem lett volna ekkora nagy baj. Persze, az egy másik. Két kihagyott 11-es, amit 11, a Peti mond. Két 11-es kihagytak, tovább mentek az argentinok, és azért lett ebből ekkora nagy... Ő megmentette a két játékost, aki kihagyta a két 11-est. Így van. Tehát nem róluk beszéltek, hanem ahogy csak a David Beckham. Igen, és az EB-n egyébként, a legutóbbi EB-n, meg a 11-esről jutott eszembe, ugye ott meg Saka, Rashford, Sancho kihagyta, megindult a gyűlölet, és most viszont már, amit az elején is említettem, mentális egészség, most már így összezártak, tehát most már nem volt ez az üldöztetés, úgyhogy... Hát meg egyébként ez valószínűleg, Dénes, nyilván erre nézős is vannak párhuzamaid, mert ugye itt egy körbeveszi egy csoport, körbeveszik a csapattársai, és ezek a csapattársak is, és ez is kiderül a sorozatból, szóval azért nekik sem volt olyan könnyű ezt feldolgozni, hogy most megjelenik egy új típusú játékos közöttük. Sokuknál fiatalabb, elviszi a csapatról, az addig tapasztalt trendekről és a működési módról a fókuszt, az, hogy egy rockstar érkezik közénk, aki egyébként a társunk is, és akkor ugye ott van a szőr, meg ott van ugye a csapat, ennek együtt kell ezt, mint egy csoportterápiába kezelni, külső, alapvetően azt gondolom, hogy külső segítség nélkül. Igen, de hát látjátok, hogy nem volt a Unitedben a Beckham-mel szemben soha feszültség, sőt, nem tudott kibújni a bőréből, ő angol, és az a meccs, amiről már beszéltem, aztán később többször is ugye nyilván láttam élőben, az a meccs 4-1-es állásnál, 10 perccel a vége előtt, jobb szélsőként, bal hátvéd poszton kapott sárgalapot, egy 60 centire a gyeptől való becsúszás kapcsán. Tehát azért ott kijött belőle az, hogy ő túl azon, hogy berúgja a szabadrugást, túl azon, hogy sztár, túl azon, hogy éppen a mai napon milyen a frizurája, attól még a mérkőzés alatt ugyanúgy ment, küzdött, felszántotta a pályát, hogy abszolút nem volt rá szükség, megkapta a sárgát, akkor kicsit lehiggadt, vagy ha belegondoltok, azért ezt jobban látott szakmailag, mi a túrót keres a jobbek meg a jobb szélső a bal szöglet zászlónál a 90. percben a BL döntőbe. Hát nyilván az, hogy megfordítsák a meccset, mert vitte a szenvedélyüket, nem gondolom, hogy ez volt a taktikai feladat, hogy nekik onnan kell cserezgetni, meg beadni, és abból teszem az a szöglet, amiből aztán az egyenlítő gól. Nagyon kemény volt a BL döntő amúgy. Amikor megfordították ott a 3 perc hosszabbítás, égnek 1-0-ra, és azért már hosszabb, berúgják 1-1, és akkor hát ha hosszabbítás, és nem, mentek előre, és ott is a Beckham adta be a szögletet.
Igen, a másodikat is az annyira tetszett ebbe a sorozatba, hogy utána bevágták, hogy ő kicsi korában rúgta mindig a szögletet, és az ugrott be neki, egyébként most is kirázza ideg, hogy arra a pontra tette mindig le a labdát, amit az apukája neki tanított, meg mondott. És ez milyen érdekes, hogy mondjuk egy BL döntőn ez ugrik be neked. Tehát ugyanúgy lerakod, hogy a szöglet azért fontos, mert ez megváltoztat. És úgy adta be, úgy csúsztatta meg, és berúgta a Solskjaer, úgyhogy megnyerték a BL-t, és ez egy mekkora komoly fegyvertény lehetett ez, hogy megnyerték. Hát és a triplázással együtt, ugye ez így egy csomagban. És amikor ugye a 2002-es VB-re kirúgta az angolokat, amit a Dénes mondott az előbb, hogy azon a meccsen is mindenhol ott volt a Beckham, ugye jobb szélső középpályás, de bal oldalon, meg ment, mint az őrült, hogy a görögök ellen ugye 2-1-re vezettek a görögök, és kellett egy gól az angoloknak, hogy kijussanak a VB-re, és akkor azt nagyon jól bemutatja ez a dokumentumfilm is, hogy tényleg mindenhova odaért a Beckham, 110%-ot nyújtott, és akkor is a könyvében is azt írja, hogy eszébe jutott neki az a rengeteg gyakorlás, amit az apukájával csináltak a szabadrugás előtt. És egyébként, most bocsánat, hogy már megint behozom a Dominikot, de ő ugye a magyar válogatottat rúgta ki az EB-re, Izland ellen, és Beckham meg ugye a VB-re rúgta ki az angolokat. És ez volt neki ez a megváltás érzés, meg az igazi felszabadulás, meg azt nyilatkozta, hogy úgy érezte, hogy most megbocsájtottak neki. Jön ugye, igen, bocsánat. Igazából ez a kettősség, ez fantasztikus, és tényleg tiszteletre méltó. Kevés sportolóban lesz rockstar, ő belőle az lett, de hogyha néhány sportolóban rockstar lesz, akkor az nagyon nehezen szokott ugyanolyan alázatos sportoló maradni. Igen. Én nekem ezért tényleg le a kalappal előtte, mert ez nem hétköznapi. Igen, és hogy ez a fajta tiszta sportemberség, ami végig jellemezte, ez a beszéltünk... És ez reálban csúcsosodott ki egyébként. Ezt akarom mondani, hogy ugye azért az egy olyan klub, ahol összeszedik a csillagokat. Akik szóval körül amúgy is nagy a felhajtás. És akkor ide érkezik, és ott is az történik, nem, hogy... Nem értik, tehát ott vannak ezek a gigasztárok, nekem az nagyon és nézik, hogy megint jön egy... Még egy ilyen. Ronaldo, meg tényleg ilyen ember. Hogy tátod a szádat, és megérkezik ez a popstar, ez a fickó, és nem tudják elviselni azt a média felhajtást, amit ő odahozott. Igen, de közben azért ők is ugyanúgy befogadják, mert látják, hogy egy olyan alázatos ember. Mert megérdemli olyan, így van. De az nagyon jó az a rész, mert sokat élcelődnek, meg nevezhet. Jók a figó, hiszen a fantasztikus. Két órán keresztül röhögnek, úgyhogy nem beszélnek. Igen, egy nyelve. Meg hogy eddig olyan jó életünk volt itt, pihentünk a családdal, most meg húzzuk a bőröntöt, és egy hónapos japán tudja, hogy mindenki ilyen hajat akar, Hát kemény. Ugye senki nem nézte gyakorlatilag, sem a családja, azt hiszem, sem az edzői jó szemmel. Egyrészt a média felhajtás, másrészt azt hiszem a Viktóriával való házasságát, kapcsolatát, mindenki úgy gondolta, hogy ő vitte bele ebbe az egészbe, de hogy meddig lehet ebbe beleavatkozni, vagy meddig lehet ebbe beleszólni kívülállóként, edzőként, édesapaként? Szerintem nem szabad egy edzőnek beleszólni, és hogyha ez veszélyezteti a közös teljesítményt, akkor lépni kell, és ezt meg is csinálta a Sör. Tehát nem szólt bele, ő nem azt mondta, hogy te ne álljál rendelkezésre a szponzornak, már a személyi szponzorodnak, vagy a médiának így úgy amúgy, de amikor azt érezte, hogy ez káros a csapatnak, akkor meglépte azt, amit meglépett, és elég rosszul is esett neki, hogy estéről reggelre közölték vele, hogy eladunk, vagy eladtunk. Viszont addig mi hosszú időn keresztül a Sör ezt a helyzetet tökéletesen jól tudta kezelni. Persze. Csak ugye így valóban el csak kellett hát jönni, amikor a két betű maradt. Igen, ez a stoplis történet ma már elképzelhetetlen. Szerintem az folklór. Most túl azon, hogy megsérült, vagy mit leorzsolta. Most nyilván te jobban tudod, ott van egy nagy kupac, belerúg az ember dühébe. Persze, nyilván egy ilyen és akkor abból kirepül, és a homlokát találja el. Hát ez nagyon-nagyon szép történet volt, mert két hétig csak ezt lehetett olvasni. Ez valami amerikai hollywoodi animációs filmbe képzeled el, Dénes. Igen, ezt megírni se lehetett volna jobban. De hogy vajon ez mennyit nyomott alatba a szakítással kapcsolatban?
Mármint, hogy a... Hát, hogy aztán végül is úgy döntöttek, hogy dolgozzon. Hát szerintem nem. Semmi? Szerintem se az volt a döntő. Tehát egy másodperc alatt tudták, hogy ez mind a két érintett fél, hogy ez véletlen. De egyébként az zseniális volt a dokumentumfilmben, ahogy a Manchester Unitednek a régi szertárosa Albert Morgan ugye ezt elmagyarázta, ezt a szitút. Én itt ültem, és akkor ugye a Solskjaer is bekapcsolódott, hogy az én stoplisommal fejbe rúgta. De annyira megrázó lehetett, bocsánat, hogy ugye azt mondja a szertáros, hogy bocs, erről nem akarok beszélni. Igen, meg hát, hogy ő, amit ugye Dénes mondott, hogy elmondja, hogy túlzó volt, hogy még ott csinálták ezt a X-et ide, ezt a ragacsot, hogy akkor még durvábbnak tűnjön. De egyébként volt akkor ez a pillangó tapaszt, egy picit összehúzza. Az, igen, és akkor még tett egy ilyen hajráfot, hogy még jobban látszódjon. És hát ugye előtte ott volt egy nagy veszekedés, vagy hát egy vita, meg elhangzott egy két csúnya szó. Igen. Egyébként szerintem nem a meccs végén volt, hanem a szünetben, úgy emlékszem. Szünetben? Én úgy emlékszem, a szünetben nem jött ki a második fél időre. Aha. Én nekem úgy rémlik akkor, amikor történt, hogy ez így volt. Ez az Arsenal ellen volt, nem? Jól emlékszem. Bajnoki volt, igen. Mondjuk az nem húzza alá, hogy kupac volt, mert a szünetben is kupac, mert még mindenki rajta van a cipő, de nekem úgy rémlik, hogy nem jött ki a második félidőre, és aztán látták, hogy van ez a... Most nem változtat a filmen semmit. Szóval elment Spanyolországba, tényleg egészen elképesztő volt, hogy kitették a csapatból, de tovább edzett, és végül is visszakövetelték a játékostársak, és Capello is úgy döntött, hogy hát valóban az lesz a helyes lépés, ha visszahívja az együtteshez. De ugye itt ez a spanyol kaland kezdődik ezzel a magánéletbeli válsággal, amikor ugye a család nem kíséri előtt. Ez nem egy hangsúlyos rész itt ebben a filmsorozatban. Valami kis részlet elhangzik, de tulajdonképpen senki nem kommentálja. Baj ez szerintetek, vagy ez úgy volt jó, ahogy ezt megszerkeztették? Számomra engem egyáltalán nem érdekelt, hogy most akkor mi történt egy házaspár magánéletébe. Az viszont nagyon érdekes volt, hogy innentől kezdve, és pont a feleség nyilatkozatai rá irányítottak egy olyan, megint csak egy olyan dimenzióra a figyelmet, hogy például egy sportoló a családja, és ugye a magánélete, és a sportkarrierje. Tehát, hogy van a két dolog egyensúlyba egymással, meg hogy beszél meg egy család valamit egy adott pillanatban, főként az, hogyha mondjuk nem egy tipikus sportoló feleségről van az, aki otthon van és neveli a gyerekeket, hanem neki is van egy karrierje vagy egy élete, tehát az, hogy hol érezzük jól magunkat. De hol, mennyit nyom majd a latba a karrierembe az, hogy hol kéne játszanom, és egyébként hol szeretne lenni a család. A gyerekek hol járnak iskolába. Szóval, hogy tehát megnyílik egy ilyen dimenzió is, ami szerint, és engem ez érdekelt, vagy ez sokkal érdekesebb volt a filmben, hogy akkor mennyire jól érezték magukat utána az Egyesült Államokban, és valamilyen szempontból ez a Madrid így családi szempontból, meg nem találták meg a helyüket, ott nem érezték jól. Szerintem magukat. Hiba volt. Elmenni oda? Nem, hiba volt, hogy nem ment bele a család. Uh-huh. Hát a feleségnek a férje lett a helye, tehát ezt régóta kitalálták, és azt gondolom, hogy én nagyon sok olyan gyereket láttam már felnőni, akik ilyen vándor életmódban nőttek föl, nincs a gyerekek kárára, a gyerekek föl növekedésének kárára alkalmazkodni új helyzethez, új barátok, és a többi, és a többi. Tehát szerintem ez hiba volt, de végül is igazából a madridi szereplését különösebben végül nem befolyásolta. Na, nagyon jól játszott. Így azért mondom, de én ezt biztos, hogy nem tűrtem volna a férj helyében, hogy nincs velem a családom. Mennyivel előzte meg ő a korát? Szóval ha nincs egy ennyire tökéletes páros erre a brandépítésre, márkaépítésre, mint amit végül is náluk láttunk, akkor hány évvel később történik egy ilyen robbanás a sportéletben? Hát ez most így azért nehéz megmondani. Tehát annyira passzolnak egymáshoz, és tényleg mind a kettő nagyon népszerű volt a saját helyén, foci, meg a média, vagy az éneklés. Tehát így egy olyan bomba robbant szerintem Angliában, hogy ők ketten így összejöttek, jól mutattak, jól néznek ki, híresek, tehát ezt így most nehéz lenne megmondani, hogyha nem vele jön össze, és esetleg egy másik lányjal, és akkor ez mikor robban. De azért a Beckhamnek van egy stílusa, van egy brandje, tehát azért azt lehetett látni, hogy ő érte halnak. Tehát Victoria nélkül is azért valószínűleg lett volna egy komoly története. Hát szerintem biztos, hogy komoly története lett volna, ezt már nem fogjuk megtudni, tehát ők együtt úgy, ahogy vannak jók.
Tehát, de biztos vagyok benne, hogy ő egyébként... De Nita, mennyire érdekes ilyen szempontból az, hogy ha egyébként tudunk példát hozni, ami nem ugyanilyen hype és nem ugyanilyen robbanás volt, akárcsak, hogyha a Pikére és Shakirára gondolunk. Tehát az a helyzet, hogy... Igen, hogy az lehetett volna, hogy... Igen, de nem lehet, mert amit egyébként a Peti mond, mert valószínűleg mondjuk a Pikéhez képest, aki szintén ugye játszott a Manchester United-ben. De nem passzoltak úgy. Meg ő nem olyan srác volt, hogy alkalmas volt erre a szerepre, mint ahogy David Beckham a futballpálya kiválósága mellett alkalmas volt erre a szerepre. Azért középpályás vagy csatár azért az más. Azért nem minden. Igen. Középső védő. Így van. Cristiano Ronaldo önmagában tudja hozni ezt, amit a Beckham házas már hozott, nem? De volt nem? Neki minta, a David. Tehát valahol szerintem, akik ugye megérezték a Cristianóban ezt a lehetőséget is mögé álltak, megoldották énekesnő nélkül. Az nagyon tanulságos még szerintem, vagy egy picit érdemes még erről beszélni, hogy mikor van az ideális időpontja annak, hogy te befejezd és visszavonuljál. Ezt nagyon nehéz eltalálni sportolóként, nem? Hát mindig két évet késtél. Szerintem ez nagyon nehéz. Tehát mondjuk én 40 éves koromig fociztam, tehát szerencsém volt, mert nem voltam egy nagyon sérülékeny, nem lekopogom, elkerültek a nagyobb sérülések, de itt azért az elég nehéz, hogy mikor. A sérülések elkerültek. Látod, de ahhoz boxolni kellett. Nem, boxolni kell, hogy eltörd a kezed. De így visszatérve nem, nagyon nehéz. Tehát én világegyetemen fociztam, és minden napom arról szólt, hogy edzek. Nagyon nehéz visszavonulni, és abba hagyni azt, amit te csinálsz. Tehát így élünk egy burokba, csináljuk nap, mint nap, hétvégén mérkőzés, meg kell mutatni, hogy mire vagy képes, és azt abba hagyod, és egyszer csak egyik napra a másikra ez felborul, és nincsen. Itt én egy nagyon sokszor elmondtam, hogy az a legfontosabb, hogy megtaláld azt, ami az élsport után, amiben örömödet leled, és hogy az élet, ahogy folytatódik. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És hogy ő másnap, ugye? Ez sokszor egyszerűen másnap mentél, és akkor igen, a pont ezt akartam. Civil életedet elkezdted a klubban. Igen, pont erre akartam rácsatlakozni, hogy nekem egy másik Netflixes dokumentumfilm jutott eszembe, a Schwarzenegger, hogy ő mindig a következő hegyet nézte, hogy mi az, amit meg tud mászni, és Beckham ugyanilyen, tehát hogy ugye másnap ment már Miami-ba, és azt nem tudom, hogy neki tanácsolták-e, lehet, hogy tanácsolták, de ugye amikor oda szerződött, akkor például belevette azt a szerződésébe, hogy majd ha visszavonul, mármint ezt most nem a Miami-t mondom, vagyis hát a Los Angeles Galaxy-t mondom, amikor oda ment, hogy majd franchise jogot kap, és vehet ugye egy csapatot, és ez lett ugye az Inter Miami, és akkor 25 millió dollárt fizetett érte, és most a legújabb csatlakozó, a San Diego, 500 millió dollárért tudott belépni. Tehát, hogy tényleg nagyon jó emberek veszik őt körül, amit a Pali mondott még a beszélgetés elején, és tényleg, tehát hogy zseniális tanács volt. Ez azért az is kell, hogy a 25 millió náluk kerekítési összefaktor, tehát dollárban, úgyhogy ténylegesen nagyon szépen fel lett építve. Én úgy tudom, hogy 10-15 ember állt már még bőven játékos korában, talán már a Real Madrid-os időszak korában így van egy komplett emelet egy irodaházba, az csak vele foglalkozott, hogy velük. Legyen ez a végszó, hogy mi a legnagyobb pozitívuma az ő életpályájának, mi az, amit tőle tanulhattunk ebből a filmből, meg egyáltalán, hogyha aki az életét végigkövette, nyilván a film nélkül is levonhatja ezeket a következtetéseket. Azon gondolkodtam közben is, meg az ember, amikor nézte ezt a filmet, akkor persze elkezdtem visszakeresgélni adatokat a karrierről, a pályafutásról, elnyert címek. Hát azért nem egy háromszoros aranylabdásról készült ez a film, nem egy világbajnokról készült ez a film, egy bajnokok ligája győztes és sokszoros angol bajnokról, meg az az angol futballista, aki minden sok bajnokságban lett bajnok, de hogy azok a nagyon nagy, Messi, Ronaldo, ezek nem. Mert hogy ez egy más típusú karrier és más típusú pályafutás, de mindennek a mélyén számomra tényleg ez a rendíthetetlen és bizonyos szempontból nagyon angol sportemberség, úriemberség, úgy úriemberség, hogy nem egy arisztokratáról beszélünk, de mégis képes azzal a visszafogottsággal, türelemmel élni az életét és tenni a dolgát, ami szerintem lenyűgöző.
Ott van minden idők 100 legjobbja között? Én, hogyha kéne így valamit mondani erről a sorozatról, meg a Beckhamről, egyértelmű, hogy alázat. Tehát ezt ebbe a dokumentumfilmbe, ebbe a négy részbe, ez biztos, hogy meg lehet, mindenki megtanulja. Meg hogy soha nem adta fel a céljait. Tehát én mindig is ezt mondtam, hogyha valamit kitűzöl magad elé, és hiszel benne, és akarod, azt meg tudod valósítani. Úgyhogy le a kalappal előttem, nem csak a foci, hanem mint a magánéleté előtt is. Szerintem inspiráló a film. Annak, aki megnézi, az látja, hogy nyilvánvalóan amiben ügyes, amiben tehetséges, nem okvetlenül sport, nem okvetlenül futball. Pedig abba se rossz. Az, hogyha ezt a filmet megnézi, akkor ő a saját területén itt nagyon sokat tud meríteni ahhoz, hogy mi minden tudsz elérni, buktatók ellenére, alázattal, és szerintem az nagyon fontos, hogy biztos vagy benne, hogy sok gyerekre, sok fiatalra, hogy aki megnézte, ez jó hatással lesz ez a film, túl azon, hogy a Davidnek meg egy emléket állít. Ennyi volt már a hétközi forduló, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Jövő héten is jelentkezünk majd, akkor természetesen majd a szokásos forgatókönyvvel, tehát visszatérünk a magyar labdarúgáshoz. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és akkor ott lehet követni a tartalmainkat, és persze Facebook, Insta, Twitter, TikTok, mindenhol megtalálhatóak vagyunk. Az NB1.hu-n pedig a blogjainkat, híreinket és elemzéseinket olvashatjátok. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Mindenkinek minden jó, sziasztok! Összágiam ezt.